mámoros esték, mackó nadrág, villant a pallám, bordói viszki, nagy Ronaldo hiszti, pöcköl, tuszkol, mindenki szurkol. Az éjjel itt ért véget, itt a szégyen érzet, miért győztek le minket az andorrai pékek? Pokolból menj be, már Izland sem gyenge, Szoboszlai lő, és megint Lima be! Álmodhat-e szebbet, Pesten játszva Európát várja, portugál sztárok, francia királyok, bal sors tépet, de változik a képlet. Most mi maradunk itthon, osztozunk a titkon, leng a magyar zászló, tombol a lelátó, puskázba menve, a csapatba penge, Magyarország lő és megint Lima be! Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket, ez itt a Művész Bejár. A mai vendégem egy olyan fiatal művész, akinek azt gondolom az arcát és a hangját már sokan ismerhetik, de képzeljék el, hogy egy csodálatos színművész is, és még saját jogi diplomája is van, mert ő annyira sokoldalú, ő nem más, mint Ragány Misa. De kedves vagy, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves nézőket. Szóval, ugye
a videóklipekből, mert nagyon sokan ismerhetik, hogy azért milyen csodálatos hangod van neked, meg színházakból is ismerhetnek, de azért kezdjük ott, hogy azért neked van egy rendes civil munkád, hát te gyerek, hát még akár, jó, akár normális ember is lehetett volna belőled. Hát igen, akár lehetett volna. Azt szoktam mondani, hogy véletlenül elvégeztem a jogi egyetemet. De ez hogy volt? Nem akartam elvégezni egyébként. Tényleg? Csak oda vettek fel, és akkoriban a bátyám odajárt Szegedre. És megirigyelted? Nem, hanem ő mondta, hogy legyen belőlem rendes ember, és akkor menjek a jogra. Mert hogy egyébként ő egyetemi színpadot csinál, és a Szegedi Nemzeti Színházban lesz az István a király, és hogyha oda megyek, én akkor benne leszek. És mondta, hogy jó. Oda mentem, meg is történt az előadás, csak hát azt nem kalkuláltam bele, hogy az egy-két hónapig ment az én mandátumom, meg 5 évre szólt. Aztán ott maradtam. Római jogvizsga megvolt, és akkor azt mondtam, hogy na jó, ha ezt megcsináltam, akkor én most már befejezem. Aha, és akkor, tehát hogy lehetne egy olyan életed, hogy nem így egyik helyről a másikra, így átesel, és azt várod a naptárba, hogy mikor írhatom be már az időpontokat. Egyébként azt meg szoktam kérdezni, hogy általában a vendégeimtől, főleg ugye azoknak, akiknek azért van egy normális foglalkozásuk, hogy nem jut a sokszor az eszedbe, hogy azért a nehéz művészvilág mellett most lehetne egy nagyon jó kis kényelmes életed? Hát ez nézőpont kérdése. Egyébként nem, soha nem jut eszembe. Tehát, hogy nem volt ez kérdés benned, hogy maradsz ezen a egyre könnyű pályán? Igen, nem. Nem igazán bírom a kötöttségeket. Ennek ellenére nagyon sok minden olyan dolgot csináltam, ami igencsak kötött, de most már végre felszabadultam. Azt mondjuk el a nézőknek, hogy azért az egyik legnagyobb magyar költőt személyisíted meg a Veszprémi Petőfi Színházban, Petőfi Sándort. Igen, nagyon nagy megtiszteltetés ért, ahogy Ober Frank Pál igazgató úr, aki most már Kossuth Díjas. Igen, gratulálunk neki. Igen, én is gratulálok innen is. Felkér decemberben. December 2-án volt egy koncertünk a Veszprémi Petőfi Színházban, egy élő zenekaros rockkoncert Nagy Szilárd barátommal. Varga Miklós volt a sztárvendég. És nagyon-nagyon jól sikerült ez a koncert, és utána a kis fogadáson beszélgettünk, és mondta a Kellerni Egresi Zsuzsanna igazgató helyettes asszony, hogy te nézd már, Pali, ez tiszta Petőfi, ez a gyerek. És akkor mondták, hogy lesz ez a bemutató, de hogy még nincs meg, hogy ki játsza. És kérdezték, hogy ráérek? Hát mondom, rá. És így lettem Petőfi. Petőfi Sándor. Egyébként milyen egy ilyen költőnek a bőrébe bújni, hiszen azt gondolom, hogy iszonyatosan nagy felelősség. Tehát tudod, ez olyan, mint amikor szerintem valaki, bocsánat, egy Hamletet elvállal, hogy az biztos, hogy ilyenkor górcső alá lesznek. Igen, nagyon nehéz munka volt, rengeteg szöveg, folyamatos jelenlét, és hát ugye törekedtem arra, hogy vesszőről, a betűről, mindenre teljesen pontosan tanuljam meg a szöveget, hiszen nagyon a dalszövegek azok Petőfi Sándor versek voltak gyakorlatilag, a többi prózai jelenetben pedig rengeteg olyan, közös ismerősünk egyébként a Topolcsányi Laura írta, rengeteg olyan szemelvény, idézet, levelezésből, stb. Tehát szinte minden valahonnan volt idézve, úgy volt összeszőve a párbeszédek, hogy ezért törekedtem rá, hogy nagyon pontosan tanuljam meg. Nehéz feladat volt, de nagyon nemes feladat volt, és élveztem. És mennyit készültél egyébként Petőfi életéből és mondjuk jellemrajzából? Tehát te ragánymisásan szeretted volna, vagy szeretted volna, hogy a nézőknek visszaköszönjön, hogy vajon tényleg ilyen lehetett a Petőfi Sándor? Hát az a dolgunk, hogy visszaköszönjön, hogy tényleg ilyen lehetett. Én korábban is már nagyon szerettem, meg olvastam tőle sokat, meg nem csak költészetét, hanem levelezéseit, meg sok mindent, úgyhogy közel áll hozzám, és hát azt szerettük volna bemutatni, hogy milyen lánglelkű ember volt az életnek minden területén. Úgyhogy... És ezt most csak Veszprémben játszátok, vagy esetleg van arra terv, hogy mondjuk a budapesti közönség is, vagy országosan mondjuk láthassák a nézők? Már azt gondolom, hogy ez mégiscsak egy szuper dolog. Hát én remélem, hogy lesz erre lehetőség, gondolom, hogy a színház titkársága szervezése ezen dolgozik, még nincs róla információ, megy előre, még csak a Veszprémi előadásokról tudok, de bízom benne, hogy el tudunk jutni máshova is. Beszélgessünk egy kicsit a te énekesi pályádról, ugye a
barátoddal ugye vettetek egy nagy ötletet, és régi nagy slágereket dolgoztatok föl. Egyébként nagyon nagy sikerrel, mert nagyon-nagyon nézettségetek a YouTube-on, hogy ez egy régi terved volt, hogy esetleg új köntösbe rakni nagy slágereket, például akár az Európát, ugye a Varga Miklóstól, vagy más valaki keresett meg benneteket ezzel? Egyik sem. Nem is régi terv volt, és nem is keresett meg ezzel senki. Egyszerűen csak Szilárd is, meg én is nem igazán tudunk azonosulni a mai mainstream zenével, amit lehet hallgatni a legnépszerűbb adókon, vagy streaming szolgáltatókon. És, tehát a trap, meg ezek nem állnak hozzá közel. Igen, és én korábban írtam egy dalt, ezt szerintem 10 évvel ezelőtt, és azt megcsináltattam, és megkerestem valakit, hogy segítsen nekem. És teljesen más lett a végeredmény, mint ahogy én ezt elképzeltem, és elfogadtam, hogy hát biztos ilyennek kell lenni, vagy biztos ez a menü, vagy biztos ettől lesz jó. És aztán meg arról beszélgettünk Szilárddal, hogy nem érdekel, hogy kinek tetszik, vagy kinek nem tetszik, mi ezzel tudunk azonosulni, ezzel vagyunk önazonosak, meg reméljük, hogy hitelesek, és bízunk benne, hogy megvan még az a réteg, akit ez érdekel. Meg ezt szoktam még mindig mondani, hogy Homonyik Sándornak a Sose búcsúzz el című dalát én nagyon szeretem, és valaki nem olyan régen feltöltötte az egyik videó megosztóra, és több mint 2 millió ember megnézte. És arra gondoltam, hogy ez a sláger, ez 30 évvel ezelőtt volt sláger, és mostanában van 2 millió ember, aki ezt keresi, és ezt akarja hallgatni. És akkor ezek szerint igen. És van. Igen, tehát azért vannak olyan generációk, ugye, akik ugye a zene is változik, mint ahogy a technika is változik és fejlődik, de mégis vannak emberek, akiknek mondjuk még az öltözködésében is megmarad a hagyományosnál, és ugye azok a generációk is, akik azért a fiatalkorukban szerettek egy műfajt, amire buliztak, és amire jól érezték magukat, azok valószínűleg későbbiekben is így nosztalgikusan gondolnak vissza erre. Egyébként készültök még további ilyen zenei feldolgozásokra? Szeretnék most már sajátokat csinálni. Uh-huh. El is készült egy lemeznyi anyagunk, már fel van énekelve, be van tározva, megtörtént a mastering, egy holnap is megyek egyébként stúdióba, aztán utána, hogy ez miként kerül majd a nagy közönség elé, az már csak idő, pénz és energia kérdése, de dolgozunk rajta, tervezünk videoklippet forgatni áprilisban, és nyárra. Uh-huh. Egyébként a Kisvárdán a doktorok ugye csapatban is részt veszel elég régóta, a Nagy Sándor ugye színművész, és ugye ennek a tagja, rendeztek, játszotok, hogy egyébként ez, erre mindig kíváncsi voltam, hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy egy csomó diplomás ember nyaranként összejön, vagy tavasszal, és aztán létrehoztok egyébként egész komoly színházi produkciókat. Ez így volt. Így indult, ezért lett a neve Doktorok, mert helyi, de hát ez egy 30 éves történet. Tehát helyi orvosok, jogászok, lelkészek, tanárok, úgymond értelmiségiek, nevezzük így, összeálltak, és hobbiból elkezdtek színházasat játszani, és ez egyre komolyabb lett, jöttek fiatalok, akik megkapták ezt a keresztet, hogy ők a rabjai a színháznak életük végéig. És akkor például a Nagy Sanyi, akit említettél, vagy Nagy Lóri, akik osztálytársak lettek később a Színművészeti Egyetemen, Gubik Petra, Szilárd, én is, onnan indultunk, és szóval hogy egyre profibb lett, és egyre jobbak lettünk, és így van, az utóbbi 20 évben már bárhol vállalható előadásokat. De te csinálunk. Rendeztél is ott, nem? Nem. Csak nem. Játszottál? Igen. Akkor jól van, akkor rosszak az információ. Egyszer voltam rendező munkatársa. Ja, elnézést, de arra úgy. Egyébként nagyon sok fele jársz, és nagyon sok fele lehet téged látni, de azért ugye nagyon sok időt eltöltöttél Békés Csabán is, szóval hosszú volt az út Budapestre, nem? Nem vágysz néha vissza? Csabát nagyon szeretem, mint ahogy te is. Úgyhogy én nagyon örülök, hogyha bármikor vissza tudok menni. Eltöltöttem ott 4 évet, és imádtam minden percét, bár igazából abból a 4 évből 80%-ot szerintem a színház épületében voltam. Nem máshol, tehát. De Csabát is szeretem, és a Jókai Színházat is nagyon. Szoktál visszajárni előadásokat nézni? Szoktam, de többet szeretnék. Igen? Igen, vágysz egy picit a budapesti életből egy kicsit visszamenni, vagy...
Hát, hogy találkozzak a régi kollégákkal, barátokkal, meg kíváncsiak vagyok az előadásokra, meg a barátaimra is, hogy vannak. Úgyhogy... Tehát ez mindig egy ilyen szívszerelem marad, igen. Mert akik voltak vendégeim, nagyon sok színész, ugye, akik például több évet eltöltöttek vidéken, uh-huh. itt ott, amott, azért mindig úgy mesélnek azokról az évekről, ilyen nagyon kedves nosztalgiával, és hogy mindig az élete része marad például az a színház, ami, ahol felnőtt, és mindig nagyon szívesen jár vissza, és mindig megmaradt egyfajta kötelék, amit sosem vágtak el. A vendégeimtől meg szoktam kérdezni, hogy 5-10 év múlva hogyan látják magukat, mert azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindent elárul, hogy a jövőképe magával szemben milyen. Én remélem, hogy ugyanígy. Hogy énekelsz? Vagy egy tűzkockás ingben? Igen. Énekelek, játszom, és... olyanokat, amik méltóak és örömet okoznak számomra, mert nekem ez nem munka. Nekem ez a hobbim is egyben, úgyhogy... A szerelem kikapcsolódás, a munkád egyben ugye a hobbid, és azért nagyon sok zenéset játszol, de vannak szerep álmaid? Akár zenésben, akár prózában. Én utólag tudtam meg, hogy mi a szerep álmom. És már megtörtént, hál' Istennek. Eljátszhattad? Igen, de előtte nem tudtam, hogy ez a szerepálmom, csak nagyon-nagyon szeretem a Kincses Sziget a Pesti Magyar Színházba, amiben én tavaly előtt 2 éve beugrottam, és nagyon szeretem. Igen? És rájöttél, hogy ez az a szerep, amire vágytál? Igen. Ez rólad szól? Igen, nagyon. De jó egyébként, ez tényleg olyan jó, hogy nincs elképzelése, hogy van, de aztán jön szembe egy szerep, és azt mondja, hogy úristen, ez vagyok én. Akkor egy kicsit beszélgessünk arról, hogy a kedves nézők hol láthatnak téged, hogyha szeretnének elmenni megnézni, és nem csak az interneten hallgatni. Igen, most a Pesti Magyar Színházban ugye a Kincses Sziget, ott Pásztor Ádámmal váltva játsszuk a Stevensont. A most Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházban lesz Vadakura, aztán lesz még Petőfi fiú Veszprémben, most megyek a hétvégén Szarvasra, aztán május 20... Szarvasra miben néz, Simon? Nem, most egy gála lesz. Most egy gála lesz. Aztán május 26-án lesz az Erkel Színházban az Égiek koncertje, ahol nagy megtiszteltet is, hogy szerveznek egy koncertet, ahol már nem élő, ikonikus, nagyon nagy előadóknak a dalait éneklik a még élő énekesek. A meghívott sztárfellépők. Igen, úgyhogy nagyon-nagyon híres dalok lesznek kiváló kollégák tolmácsolásában, úgyhogy ott is mindenkit még híresebb kollégák tolmácsolásában. De jó, akkor tényleg 100 000 fele vagy. Elmondhatjuk, hogy megérkeztél? Hát remélem, hogy igen. Hát nyilván nem, mert még tart az még út. Tart az út, de hogyha ez, ha legalább mindig ilyen, akkor én azt most aláírom. Hogy ráléptél arra az útra, amire szerettél volna mindig is? Igen. Jó, legyen így, drága Misa. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Remélem, egy kicsit sikerült Ragány Misát közelebb hozni a nézőknek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál nálunk Újpesten. Nagyon köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ez volt a Művészbejáró, találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra!